Most a feladatotok az, hogy ennek a motornak ezt a kékszínű hajlékony műanyag fülét itt a kis luknál található két függőleges bevágásba, szintén az előbb elvégzett módon, ahogy a vezérlő egységnél csináltuk, ugyanúgy bedugjátok. A gyerekek interaktív foglalkozás keretein belül ismerkedhettek meg a robotika szakterületével a Matthias Corvinus Kollégium Bonyhádi nyílt napján. A Percel Kúriában megtartott információs délutánon azon túl, hogy teljes körű tájékoztatást kaptak mind a szülők, mind a gyerekek az intézmény képzés rendszeréről, a diákok még egy robotot is készíthettek egy szakember segítségével. Daradics Balázs egy éve vesz részt a tehetségprogramban, ezen az előadáson megosztotta tapasztalatait a jelenlévő fiatalokkal. Próbáltam valami új kihívást szerezni magamnak, mert eddig az iskolában csak kiváló voltam, és gondoltam, hogy itt valami az iskolán és a tanításon túli tanulmányi fejlesztést kaphatok. A jelen pillanatban matematika van, azelőtt meg robotika, és volt még kísérlet, meg még internet használati tudatosság, meg még sok minden más. A matematikában például sokkal másabbak veszünk, például nem az összeadásokat, hanem a 3D-s formákat, az internet használati tudatosságban is sokkal többet tanultam, mint eleve egy infóórán. Magyarország legnagyobb tehetséggondozó intézményének szekszárdi kirendeltsége tartotta a nyílt napot Bonyhádon, azzal a céllal, hogy a szeptemberben induló új kurzusokra tudásra szomjas gyerekeket toborozzanak. Mint minden ilyen eseményen, most is érdekességekkel készültek a diákok számára. A mai délután a gyerekek robotikával ismerkedhetnek meg, ők saját maguk rakhatják össze tejfölös dobozból, különböző alkatrészek segítségével a robotot, majd miután ezt megépítették, akkor focizni fognak majd vele, és hogyha még egy pici idő marad rá, akkor lehet, hogy ugráló robotot is fognak készíteni. Vecsei Ákos robotika oktatónk érkezett el ma a gyerekekhez, és akkor ő fogja megmutatni nekik a robotikának az alapjait. Ezeket a szerkezeteket tablettel fogják programozni, és akkor ennek segítségével működnek majd. Teljes mértékben interaktív lesz maga a foglalkozás, tehát ők saját maguk építhetik meg ezeket a szerkezeteket. Hozzánk olyan gyermekeket várunk, akik nyitottak, érdeklődőek a világra, és nálunk is ugyanezt tapasztalhatják meg, tehát lényegében egy mini fit szombatot láthatnak most majd itt az érdeklődők néhány órába. Az MCC Fiatal Tehetségprogramja egy komplex képzési rendszer, ahol élménypedagógiai módszereken alapuló, gyakorlatorientált képzésben részesülnek az ide jelentkező gyerekek. Tavaly szeptembertől, most már Tolna megyében, illetve Szekszárdon is elérhető a Matthias Corvinus Kollégium Alapítványnak a képzési repertoárja. 17 nagyváros mellett immár Szekszárdon is működik egy képviselet, ahova várjuk az általános iskola felső tagozatos diákokat, azokat, akik az 5. osztályt fogják megkezdeni, illetve a középiskolásokat. Őket 9-től 12-ig egy csoportba várjuk, az általános iskola felső tagozatosok pedig azok tudnak hozzánk becsatlakozni, akik az 5. osztályt fogják megkezdeni, ugyanis ez egy felmenő rendszerű képzés-oktatási struktúra. Iskolaidőn túli képzéseket kínálunk, amelyek teljesen térítésmentesek, és olyan jellegűek, amik a közoktatásnak nem képzik a kereteit. Tehát, hogy néhányat kiemeljek, az általános iskolások például a robotikával találkoznak, a pénzügyi tudatossággal, az egészségügyi tudatossággal, különböző természettudományos kísérleteket végeznek. A középiskolások pedig tényleg csak néhányat kiemelve az általános vitakultúrával tudnak megismerkedni, a demokratikus vitázásnak az alapjaival, emellett pedig a jogba, a pszichológiába és különböző egyetemeken népszerű szakokba tudnak betekinteni, akár e-learning jellegű kurzus keretében, vagy pedig egy tréner által. A Fiatal Tehetségprogramba úgy tudnak jelentkezni a diákok, illetve a szüleik, hogy egy szülői ajánlást írnak a diákról a szülők, és ezt követően szeptemberben biztosítunk egy felvételi lehetőséget, ahol egy pszichológus csapat fogja gyakorlatilag leképezni a diákot, tehát EQ-t, IQ-t néznek, és különböző személyiségi jegyekre jellemző dolgokat, és az alapján döntik el a szakemberek, hogy bekerülnek-e a programba. Középiskolásoknál viszonylag egyszerűbb a helyzet, nekik egy, én úgy szoktam fogalmazni, egy kritikai eszét kell írniuk,
most itt nem kell megijedni, a kritikai esszé nálunk alapvetően azt jelenti, hogy néhány személyes gondolat élmény legyen abban a műben, amit ő készít, ez pedig lehet akár egy sorozat, egy film, egy színdarab, vagy a kedvenc könyve, regénye, vagy bármi ilyesmi. A program 2022-es év folyamában június 30-áig lehet csatlakozni egy jelentkezési lap és egy szülői ajánlás leadásával. Azokat a tanulókat várják a képzési rendszerbe, akik érdeklődőek, kíváncsiak, több tudásra szomjaznak, és egy összetartó közösség tagjai szeretnének lenni.